kar, hogy a két kar között nem tudja visszajönni, ezért hívjuk lezárt fejnek. Na most állj fölvészes meg. Tehát ha jól lezárt fej, tehát fölvészes az íva, és ekkor kell mondani, hogy most emeld meg az állat. Még jobban. Amennyire bírom. Nagyon tetszik az előadás, mindig nagyon örülök, mikor az úszósportban ilyen tekintélyes emberekkel találkozhatok személyesen, és hallgathatom őket a szakmáról beszélni. És nagyon jó lehetőség, hogy beültünk egy autóba, és itt vagyunk, és emiatt nem kellett Budapestre menni, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy például egy régió vezető egy ilyet leszervez nekünk, és ezt köszönjük. Én is ebből a könyvből kezdtem oktatni 3,5 évvel ezelőtt, tehát nekem már nem idegen ez a dolog. Akkor is sok mindenben egyetértettem Miklós bácsival és az előadás kapcsán is. Mindig először a vízbe bemászás és kimászást tanítom. Szoktátok csinálni? Van baj vele? Hát úgy kell, én úgy szoktam, leülj, tedd be a lábad, mert akkor már közelebb vagy. Fordulj a hasadra, és úgy csúsz be a vízbe lassan. Hát most én kedvőkről beszélek, nagyon félősökről. És akkor megfogja a medence szélét, és nem engedi el. Nagy örömömre szolgált, hogy végre a régióból történt egy ilyen kezdeményezés, és remélem, hogy a jövőben is lesznek ilyen hasonló fórumok, mert ezek mind segítik a mi munkánkat, és fejlődésünket szolgálják. A konferenciácska, ez arra nagyon jó volt, hogy a Pécsben dolgozó fiatal úszó kollégák, akik gyerekekkel foglalkoznak, öröm számomra, hogy érdekli azt, hogy ezeket a kisgyerekeket milyen szépen tanítják megúszni, mert számukra ez egy életre szóló valami, hogy valamit ilyen szinten tudnak. És ezekből a gyerekekből nem csak úszók lehetnek, hanem a többi sportág valamennyiében, tehát a vízilabdában, a triatlonban, lőtusában, a hosszú távúszó körben, ezek a gyerekek nagyon jól tudják alkalmazni majd az itt tanultakat, az ők, a pécsi edzőkollégák által tanultakat. És más sportágban is, mert ha ők megszerettetik az úszás által a testmozgást, és az, hogy sportoljanak, az egész életviltelük olyan legyen, akkor ugyancsak jót tettünk.